Szeptember 1-én országszerte becsöngettek így rákosmente iskoláiban is, ugyanis kezdetét vette a 2023-2024-es tanév. A 17. kerületi oktatási intézményekbe több mint 6000 diák tért vissza, közülük pedig több mint 650-en az óvodából elballagva először kezdték meg tanulmányaikat. Kerületszerte ünnepséggel indult a tanítási év, a Szabadságsugár úti általános iskolában tartott rendezvényen az első osztályosok készültek zenés-verses műsorral. Mikor először mennek iskolába az első osztályos kisgyermekek, illatot hint az ősz minden virága, amerre lépnek, dalok csengenek. Mikor először mennek iskolába, szívükben hűvös áhítat terem. Kitárul nekik a mesék világa, hol betűk nyílnak kéklő tengeren. Az intézmény diákjait és tanítóit dr. Füzesi Péter alpolgármester is köszöntötte, aki a pedagógusok munkájának jelentőségét hangsúlyozta, és Rákosmente önkormányzatának támogatásáról biztosította az oktatási intézményt. Vannak olyan élethelyzetek, és lesznek a ti életetekben is, amikor nem minden úgy megy, ahogy szeretnétek, vagy a szülők szeretnék, és akkor mindig ott vannak a pedagógusok, megfogják a kezeteket, és segítenek átbillenni ezeken a nehéz helyzeteken. Mindenki által ismert az, hogy már nem az önkormányzat és az iskoláknak a működtetője, de azt gondolom, hogy kötelessünk az iskolák mellett állni, hiszen rákosmenti gyermekek járnak ide, rákosmenti szülők gyermekei járnak ide, ezért, hogy a korábbi években is, hogyha igazgatóasszony, igazgatónéni megkeres majd minket, és elég gyakran teszi ezt, akkor ígérhetem, ahogy az előző években is, hogy az iskolai programokhoz és bizonyos fejlesztésekhez is az önkormányzat támogatást fog nyújtani. Fehérné Káli Margita Szabadságsugár úti általános iskola igazgatója ismertette az első tanítási nap menetrendjét és az e hónapban megvalósuló programok időpontjait, majd pedig kiemelte, bízik benne, hogy a fiatalok sok tudással és élménnyel gazdagodnak ebben a tanévben is. Becsüljetek meg minden együtt töltött percet, segítsétek, támogassátok egymást, hogy mindenki jókedvűen jöhessen iskolába. Kérem, hogy a tudás megszerzése legyen nagyon fontos számotokra, és szorgalmasan tanuljatok. Az idei tanévben is szeretnélek megkérni benneteket arra, hogy az első osztályos tanulókat segítsétek eligazodni az iskola rendjében. Az esemény keretében a végzős diákok ajándékkal köszöntötték az első osztályosokat, majd egy-egy szál virágot adtak át a tanintézet új munkatársainak, illetve a kisiskolásokat elbúcsúztató óvodapedagógusoknak.